ők Dél-Amerikában a trópusi esőerdőkben élnek, hogyha ráveti magát egy jaguár, nem tud megkapaszkodni a vastag bőrén, a vékony szőrén, és ezzel a kis torpedó alakú koponyával bevágja magát az esőerdőbe, és akkor a jaguár levetődik róla. A dél-amerikai tapír 30 millió éve változatlan testfelépítésének gyakorlati fontosságát magyarázza Petró Zsuzsa. Veszélyeztetett faj, amelyet a vadászat és az élőhelyek pusztulása egyaránt fenyeget. Ázsiában bőréért, Dél-Amerikában pedig magas fehérje és proteintartalmú húsa miatt is vadásszák. Ezért ma már sok állatkertben tartják őket, többek között a Nyíregyházi állatparkban is, ahol az elmúlt napok hősége után már ők is várták a felfrissülést. Amellett, hogy a természetben, a trópusi esőerdőkben őshonosak, vágytak ők is a hűs levegőre. Az alpakákat például locsoltuk, de a tapírok kedvence az az volt, hogy a medencébe ilyen balerina mozdulatokkal lépdestek be, és élvezték, hogy a hasukra csapódik a víz. Kameránk előtt kicsit szégyellős volt a két tapírhölgy, és a hajnali eső is elegendőnek bizonyult nekik a lehűléshez, nem akartak bemenni a számukra kialakított medencébe. A hideg sárga és görögdinnyét azonban elfogadták, jó ízűen estek neki a könnyed nyári falatoknak, akár csak a lakótársaik. A tapírok 10 órai után egy kis vakargatást is kaptak, amit nagyon élveznek, történjen kézzel vagy egy kefével. Tulajdonképpen kényeztetés közben az állat felkínálja magát bármire is, tehát annak idején például ez a tapírasszonyság lábsérülésekkel küzdött, és teljesen más egy tréningezett állatnál, aki tudja, hogy minden nap metódusa az, hogy kefélgetik, vakargatják, úgy meg tudták az állatorvosaink a gyógykezelés, a sebgyógyítást oldani úgy, hogy nem kellett bealtatni, bebódítani az állatot, hanem egyszerűen a napi rutin részévé vált az is. Bámulatos volt, hogy egy elég mély sérülése volt az állatnak, de a gondozó, hogy naponta bejárt, vakargatta, extázisba hozta az állatot, így megoldotta úgy az állatorvos a napi kötözést, hogy nem kellett tulajdonképpen bódítani. A tapír oktatási tananyagnak is tökéletes, bár elsőre kicsit ijesztő lehet, ahogy feláll a maga 250 kg-os súlyával, nem bánt. Ehhez persze szükség volt arra is, hogy szagmintát vegyen a tenyeremről, sőt később az operatőrrel és a kamerával is megbarátkozott. Nyáron bőven lehet még kánikulára számítani, de a tapír jól érzi magát az árnyékot adó erdőben. Eredeti élőhelyén ugyanis az évi középhőmérséklet 27 Celsius körül van. Bár a tapír a legnagyobb testtömegű a kifutórendszerben, mégis ő a legfélénkebb az alpakák és a kapibarák mellett.